A Mercedes gyár mellett ezen a területen épül meg az új üzem, ami első és hátsó kerék meghajtású modellek gyártására is alkalmas lesz. Csúcs technológiával rendelkező hatékony gyártási egység létesül. Az 1 milliárd eurós beruházás 2500 új munkahelyet teremt, de még továbbiakat a beszállítói oldalon. Az elmúlt években a kis-közepes vállalkozások területén, főleg a műanyagipar feldolgozó területén és az üzemet kiszolgáló, az üzemeltetésben résztvevő kisvállalatok területén egy nagyon nagy fejlődés indult el, és a beszállítói háttérkör megerősödött, és ezek elsősorban magyar vállalkozások. Ezeket is látjuk, ugye őket is felkaroltuk, egy beszállító fejlesztési mintaprogramot indítottunk el a városba, aminek köszönhetően egyre többen tudnak csatlakozni ehhez a multinacionális, a nemzetközi világgazdasági vérkeringéshez. A Városháza dísztermében a polgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a város, és egyben az ország újabb történelmi jelentőségű sikeréhez. Köszönet illette a gyár dolgozóit és minden kecskemétit, hiszen ennek a városnak a szellemisége is hozzájárult ahhoz, hogy a Daimler választása Kecskemétre esett. Azon kívül, hogy egy ipari fejlődés zajlik, és nagyon intenzív munkahelyteremtés a városban, egy dolgot már biztos kaptunk a Mercedestől, hogy egyetem várossá alakultunk, és ebben természetesen a többi vállalati partner, illetve a Magyar Nemzeti Bank is egy a Padma alapítványával közösen egy központi szerepet tölt be. Egyetem és ipari kutatóközpont létesül a városunkban, és ezáltal új mérnökök, hallgatók, közgazdászok pedig további fejlődést adnak ennek a térségnek. A köszönetnyilvánító eseményen megjelent Christian Wolf, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Igazgatója, aki beszédében kiemelte, a gyárépítéssel kapcsolatos elhatározás bejelentésével egy komoly elkötelezettséget vállalnak Kecskeméten. Mint mondta, azért jöttünk, hogy hosszú távon itt maradjunk.